félig üres köhögő szirupok, felbontott fájdalomcsillapítók, olcsó és hamis gyógyszerekről hallani Vajdaság szerte, amelyek az utóbbi időben a szabadkai piacokon is megjelentek. Kedvező áruk miatt felkelthetik azok érdeklődését, akiknek nem mindig telik gyógyszerre. Szerencsére azonban a legtöbben mégis a patikákat választják. Hát nem szívesen, mert sokat hallani az álgyógyszerekről, hamis gyógyszerekről is. Azt hiszem, nem kockáztatnak. Nem venném meg utcán egyáltalán. És miért? Hát, én félős típus vagyok, ami azt illeti, és hát én szerintem a legbiztosabb csak a gyógyszertár. Az otthon tárolt lejárt gyógyszerek ugyanolyan veszélyesek tudnak lenni, mint azok, amelyeket az utcán vagy a piacon tudunk megvásárolni. Ezért is fontos, hogy azokat a szereket is ellenőrizzük, amelyeket huzamosabb ideje tárolunk otthon. Kimondottan nem találkoztunk még ilyen komoly problémával, hogy egy gyógyszer, vagyis egy lejárt gyógyszer valami problémát okozzon, de viszont szavatosságok után vesztik a ható anyaguknak tulajdonképpen a hatását, úgyhogy az az első célpont, ami miatt nem jó, és nagyon fokozódhatnak a mellékhatásaik a lejárt gyógyszereknek. A lejárt szavatosságú szerekbe olyan kémiai vegyületek is belekerülhetnek, amelyek kifejezetten veszélyesek lehetnek. A világkori uzadni vremet csújem és vidim, de ima ich i na piaca csak i na buvljak i nekih donesi odakle ne znamo. Te lekovi naravno ne sme niko da uzmi da upotrebi, zato što oni su nisu registrovani. Čim nije registrovan taj lek, onda ne zna se njegov sastav, njegov osobina, njegov hemijske poreklo, za šta je on koristi. Sad šta piše tamo, to može štamba da piše šta hoće, oni koji hoće da trguju sa ovim stvarima, nažalost trguju sa ljudski život. A szakemberek azt javasolják, ne vásároljunk olyan gyógyszereket, melyeknek lejárt a szavatosságuk, kétes az eredetük, utcán vagy piacon árulják őket. Amennyiben az otthon tartott gyógyszerüknek lejárt a szavatosságuk, azt semmisítsék meg, vagy szolgáltassák be a legközelebbi gyógyszertárba.